Az egyházművészet körébe a templomok tartoznak, a templomok berendezései, a liturgiai felszerelések, ezért néhány szót szólnék ezekről a nagyon régi kolozsvári templomokról. Nagyon sokáig, és talán még mai napig is vita tárgya, hogy tulajdonképpen hol volt az első keresztény templom Kolozsvárnak. A város mag, az Óvár, az tőlünk északi irányban a főtér mögött helyezkedik el, a Mátyás ház, szülőház már oda tartozik. Ott van egy nagy tér, volt Karolina tér, ott van a mai Ferences templom, amely egykoron a domokosoké volt, ők építették, ők voltak az első forduló rend, akik meghívást kaptak Kolozsvárba. Itt felújítási munkálatokat végeztek a 60-as években Bágyi Lajos vezetésével, és a kriptában megtalálták a félköríves templom maradványát. Ez ma is megvan látható, és nagy valószínűséggel ez lehetett az első keresztény templom alapja, amely Kolozsvárra létesült az 1241-es betatár eljárás után. Hogy mekkora volt itt a pusztulás, azt az Eternahit Kódex felirata bejegyzése is méltatja, tudósít róla. Azt írja, hogy a magyaroknak nagy sokasága halt meg Kolozsváron. És ezek után ugye a IV. Béla idején építhették itt ezt a bizonyos katolikus templomot. Nagyon szép és érdekes templomok vannak itt. A domokosok után a protestánsok vették birtokban, körülbelül másfél száz esztendeig tartott a protestáns időszak különböző hullámainak uralma Kolozsvára, hogy így mondjam. Ugye jöttek a lutheránusok, aztán a reformátusok, aztán az unitáriusok, és amikor 1716-ban Steinbill generális bevonult Kolozsvárra, és tulajdonképpen katonai erővel visszavette a templomokat, főleg ezt a főtéri Szent Mihály templomot, akkor jöhettek vissza a katolikusok, és vehették birtokukba régi vagy új templomaikat, azért mondom így, hiszen utána még építették templomot. A volt domokos templomot a ferencesek kapták, a jezsuiták kapták meg elsősorban, de ott ugye iskolát is létesítettek, és aztán szüknek bizonyult az iskola, annyi tanulójuk volt, és akkor határozták el, hogy egy másik területen építenek maguknak templomot, iskolát, konvitust. Ez meg is történt, amelyet a rend felosztatása után a piaristák vettek el. Nagyon érdekes a katolikus templomok elrendezése Kolozsváron, ha megnézzük a volt Bence és apátsági templomot, a Szentpéteri templomot, az említett ferences, illetve piarista templomot, akkor egy keresztet rajzolnak ki, aminek a két szár meccésénél a Szent Mihály templom emelkedik. Erre még nem érkezett megfelelő okmány vagy bizonyosság, hogy ez szándékosan történt-e, vagy véletlenszerűen alakult ki a templomok elrendezése. Hogyha a templomokról beszélünk, akkor a felszerelésről is szót kell ejtenünk, hiszen a korszakok vallásossága nagyon sok adományt jutatott ezeknek a szakrális építményeknek. Például a ferences templomban ma is megcsodálható a Szent Kereszt kápolnában a kornis kereszt. Ez egy 16. században készült csodálatos korpusz, szilfából készült életnagyságú. Talán Weisstorff alkotásai az hasonlítatnám a nemzetközi kitekintésben tekinteném, hogyha ez Nyugat-Európában lenne, úgy gondolom, hogy mindenki megcsodálná, és a turisták ezrével özönlennének oda. Ezért is lenne jelentősége, hogy minél jobban felhívni a figyelmet Kolozsvár szakrális mérnékeire, illetve az ott található régiségekre. Ugyanilyen fontos és nagyon szép emlékek maradtak ránk, ahol jezsuita, mai piarista templomban. A kriptában nyugszik Apor István, egykori kincstartó, aki nagybátyja volt Apor Péternek, a híres nevezetes emlékírónak, ugye ő nevelte, és ő is bizonyos tárgyakat adományozott annak idején a templomnak. Meg is maradt a csengettyű, Apor István csengettyű, amely egy nagyon szép alkotás, egy ezüst csengettyű, aminek a markolata Szűz Mária szobra. És ezen szerepel az Apor címer. A szerencsés véletlen,
bár lehet, hogy életemek nincsenek, úgy hozta, hogy meg is gátlottam egy nagyon szép ereklyi tartót, amiben ereklyét is elhelyeztek annak idején a barokk időszakban. És észrevettem, hogy a talpán van egy csavar, ami elmozdítható, ezt levettem, és nagy meglepetésemre megtaláltam az eredetét igazoló okiratot, tehát az 1700-as évekből, ami igazolta, hogy ez kalasanci Szent József vérerekéje, tehát egy szövetségbe mártott vérerekéje. Azóta a templomban, ha olyan eseményekre, jeles eseményekre kerül sor, akkor az itt jelenlevő Fodor Konfráter úr mindig előveszi ezt az ereklyét, és a mise központi részét képviseli, mint tárgy. Tehát valahol a rendalapító szellemisége, és talán többi szellemisége is jelenik ezeken a miséken. A Szent Mihály templomban is kialakultak ilyen csodálatos gyűjtemények. Nagyon érdekes volt, és itt már egy kicsit átérhetek a közgyűjteményekre is. Ugye a századforduló időszakában volt itt az Erdélyi Nemzeti Múzeum, amelyet Posta Béla vezetett. Egy nagyszerű régészeti iskolát, egy régészeti iskolát alapított ki Kolozsváron, aminek olyan tagjai is lettek, mint a Budai Árpád, aki a római Primes kutatásnak egyik korszakos egyénisége, és a kor kutatóinak vehemenciája, lelkesültségére róható fel, hogy például ő gyalogszerrel bejárt ezt a több 10 kilométeres Primes rendszert Németországban is, tanulmányt is írt róla. Tehát Posta Béla megkereste a korszak plébánosait, és kérte őket, ha vannak olyan régi berendezések, amelyek már nincsenek használatban, akkor ezeket bocsássa a múzeum rendelkezésére, hogy megőrizhessék, és bemutathassák, mint egy adott időszak, adott korszak kiváló műalkotását. Akkor Kirchner József volt a templom plébánosa, aki egy nagyszerű építő plébános volt. Ő épített olyan emblematikus jellegű építményeket itt Kolozsváron, mint például a Mariánum, a Római Katolikus Tan és Lánynevelő Intézet, amely ma is a Babesbonyai Tudományi Egyetem egyik részét képezi. Akkor a kor első számú színvonalán állt, és ma is tökéletesen használható épület. És ő minden további nélkül átadta ezeket a régi felszerelési tárgyakat, középkori barokk időszakot. Tárgyakat a múzeumnak, amelyet megőriztek, csak most nincsenek bemutatva, nincsenek kiállítva. Régi oltárok is kerültek oda még abban az időszakban. Ahogy haladtunk előre a korban, a protestáns egyházak is felismerték ennek a jelentőségét, hogy az ő liturgikus tárgyaik is nagyon fontosak, nagyon fontos ötvös művészeti alkotások, amelyek megőrzendőek, és létre akartak hozni egyházművészeti múzeumokat, mind a reformátusok, mind az unitáriusok. Sajnos ez eddig nem járt sikerrel. A reformátusoknál Herepen János nevét kell kiemelnem, akinek a neve nem lehet ismeretlen önök előtt, hiszen az akadémiai kiadó adta ki azt a vasmos fokos kötetet, amelyben bemutatta a házsongári temető régi sírköveit. Ő kérvényeket írt, de az akkori lehetőségek nem adtak erre módot, hogy ezt a múzeumot felállítsák. Az unitáriusoknál pedig Keremen Lajos levéltáros történész tett erre kísérletet, akinek a szerepéről, nevéről, munkásságáról a tegnapi vasúra, illetve borkostóra során már udákat zengtem azoknak, akik meghallgattak. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ő neve is átmondja a köztudatban, minél többen ismerjék, hiszen nem egyetemi tanárként olyan embereknek lehetett a szakmai nevelője, Gyapó Zsigmond vagy Bekőson, aki az akadémiának is tagja. Most a Római Katolikus Egyház itt Kolozsváron egy nagyon komoly kísérletet tesz egyházművészeti múzeum létrehozására, pontosan ebben a palotasorban, amelyben a szállásunk van, illetve a konferenciát tartjuk. Ezzel a palotasorral kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos és jelentős építmény, nem csak szép, hanem azért is jelentős, mert Halpár Ignácnak az alkotása, ő volt a tervezője, csak egy kicsit elfelejtett alkotás, mindenki azt hiszi, hogy Budapesten alkotott,
de ugye a monarchia időszakában teljesen természetes volt, hogy a monarchia teljes területén alkottak, ismerték a neveiket, nem csak szűk környezetükben, hanem távolabbi helyeken is, amivel értem Budapesttől távolabbi helyeken is, mint akár Kolozsvár, vagy Erdélynek távolabbi helyen. Itt kerülne sor reményeink szerint egy ilyen egyházművészeti múzeum kialakítására, ahol bemutathatnánk azokat a barokk oltárokat, amelyeket a templom felújítása során, a személyen templom felújítása során kidettek. Ugye akkor az volt az elképzelés, hogy a gótikus térhatás minél jobban érvényesüljön, és ne legyenek zavaró momentumok ezek a nem odaillő, abban a stílusban nem illő műalkotások, barokk alkotások révén. Befejezésről én szeretnék mondani, hogy én nagyon szeretném és remélem, hogyha ez a kiállítás, ez a gyűjtemény megvalósul, akkor annak a megszentelésén, találgatásán megnyitó jelen ismét köszönhetjük a Magyar Művészeti Akadémia képviselőt. Köszönöm szépen!